Ma délelőtti énekes vendégünk Voga Viki volt, aki zenei tehetsége mellett a szövegírást is nagyon szereti, és nagyon tehetséges vagy abban is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszöntünk! Mi nagyon szeretünk téged hallgatni egyébként. Jaj, de örülök neki! Több örülök, igen, az előadásodat a stábból is. Igen, hogy hátra szoktunk oda ülni, és nagyon-nagyon kellemes. Hát nekünk ez nagyon jó lesik, köszönjük szépen! Azt olvastam, hogy te a mindennapi életből, illetve a hullámvölgyekből is merítesz, amikor mondjuk dalsz. Hát főleg abból persze, szerintem mindenki így van ezzel, hogy amikor gáz van, akkor jobban kattog a kerék, és abból jönnek általában. Ha történik valamilyen nagy fordulópont az életedbe, akkor egyből az a dolgot, hogy mondjuk nem is a problémát oldod meg, hanem kihasználod az inspiráció által jött mondjuk kreativitást, és mondjuk leülsz inkább. De azért megpróbálom megoldani a problémát. Persze. De szereted mondjuk megélni ezeket az érzéseket, akár fönt, akár lent van? Hát az az igazság, hogy igen, igen. Tehát nagyon-nagyon mélyen, fönt is, lent is, és ez általában elég gyakran váltogatja egymást. Ugye egy és melyik mondjuk hosszabb ideig tart, az önsanyargatás ebből a szempontból, vagy az mondjuk a boldog pillanatokat szereted hosszabban megélni? Hát nyilván a boldog pillanatokat jobban szeretem megélni, de könnyebb bele süppedni abba, amikor az ember szenved. És azért arra oda kell figyelni, hogy ez egyensúlyban maradjon, de szépen ugrálok a kettő között. A saját szenvedésedből te egyedül jössz ki, vagy van segítséged, vannak hát barátok? Egyedül. Főleg egyedül, persze vannak barátaim. Jó, nem... Értettem, nem úgy gondolta, igen, Krisztián sem, hogy... Persze, hát én nem szégyellek segítséget kérni, hogyha bármi rossz napom van, vagy bármi, akkor rájuk csörgök hajnali kettőkor is, úgyhogy jó kapcsolatunk van, általában ez így működni szokott, és fogadjuk egymás bánatát, és segítünk egymást. Mi volt a legutolsó olyan pillanat, vagy életszakasz az életedben, amiből merítettél, és mondjuk megszeretett egy újabb dal, hát, egy újabb dalszöveg? Egészen konkrét példát nem tudok mondani, mondom, mert így állandóan változik a dolog, de akár tegnap, vagy tegnap előtt, egy évvel ezelőtt, mindig van olyan dolog, amiből lehet meríteni. Van, hogy így feltorlódik, és akkor azt így ki akarja. Mi volt mondjuk egy olyan dolog veled tegnap, ami történt, amiből mondjuk szívesen merítesz meg később, hogyha dalt írsz? Hatalmas vitákat szoktunk a párommal lezavarni. És szintén a zenekarnak igen, a tagja. Igen, igen, a Nagy János ő. És igazából rossz persze, amikor vitatkozunk, de tulajdonképpen inspiráló is, mert hogyan képzeljük ezt el, hogy hangszín is feljebb megy? Természetesen. Igen. A tányért azt nem szoktunk törni, de azért úgy oda szoktunk szólogatni. Nehezíti a kapcsolatotokat, hogy együtt is dolgoztok? Amennyi szépsége van, annyi vitát is szül persze, de igazából ez lételemünk, tehát én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy megértsük azt, hogy a másik hogy működik. Fontos volt neked, hogy olyan párt válasz, aki mondjuk hasonló érdeklődéssel van, és mondjuk ennyire szeretettel és szerelemmel az ember? Nem tudatos döntés volt, de valahogy azt tetszett meg. Hogy nem, véletlenül. Szerintem egyébként könnyebb a saját életedből párt találni. Én meg találni. Azt mondom, hogy könnyebb, viszont nem biztos, hogy hosszú távon kifizetető. Én például szeretek egy teljesen más impulzust, egy teljesen más közeket. Fogtechnikus. Fogorvos, fogtechnikus. Szóval, hogy nyilván más típusú emberek vagyunk, de szeretek mondjuk én másféle. De azóta mondhatjuk, hogy szépek a fogai, Laci. Na, végre nem, és megvan mind még. Visszakanyarodva hozzá természetesen. Gyakorlatban hogy zajlik mondjuk egy dalnak az elkészítése? Tehát leülsz, és akkor addig nyüstölöd, vagy akkor egy kicsit ott hagyod, visszatérsz hozzá újból? Így fura, hogy ezt így szavakba kell önteni, hogy olyan, mintha egy ilyen laboratórium munka lenne, pedig egyáltalán nem az. Tehát az ember leül, és akkor így jönnek belőle a annyira pontok. Egyszerűen mondják, annyira nem. Igen, de hát mi odaülnék a Krisztiánnak. Igen, tehát mi ott ülnénk, aztán maximum kérnénk egy tál ételt. Tehát, hogy igazából nem sok minden torpedóznánk ott, vagy nem tudom, amőbáznánk. Figyelj, leülsz egy zongorához mondjuk, viszonylag. Na, itt kezdik a probléma. Odatolod a széket, leülsz a zongorához, és utána felemeled a két kezed, és fölé helyezed, és elkezdesz vele szórni. Ja, tudod, valaki játszik a zongorán, és valaki cipeli. Na most ez az alapvető hát igen, probléma. Kétféle ember van. Igen. Gyorsan egy-két aktualitást elmondasz veletek kapcsolatban, hol láthatunk titeket, Budapest, főleg budapesti jazzklubokban fogunk legközelebb játszani. Szabad mondani a helyeknek? Hát inkább ne. Inkább ne, akkor azt most kihagyjuk. De jazzklubokban megtalálhatok vagytok, és illetve a közösségi oldalakon biztos, hogy fel lesz, és meg is találnak titeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és itt voltatok, és zenéltetek nekünk.